Német Jánosné Terike néni nem fog az idő, 93 életéve ellenére tevékenyen, vidáman éli mindennapjait. Az elmúlt időszakban ugyan sokat fogyott, az étvágya mégis változatlan, orvosai szerint a 100. születésnapját is megünnepelheti. Ott csináltunk teljes vizsgálatot a STK-ba. Hát, mikor megfogja a leletét a doktornő, azt mondja, hogy maga 100 éves korig él. Hát az olyan egészséges lelete van, azt mondja, hogy semmilyen nem beteg. Hát ez a minimum cél, ezt már múltkor megbeszéltük, hogy 100-ig. Múltkor megint elmentünk egy másikhoz, aki a legutolsó, vagy nem is tudom, ki volt az. Csak bottal megyek. Minek magának a bot, de már úgy messzirű, ült ott a széken, nyitva volt a ajtaja, ahogy megyek. Azt mondja, maga még tud rendesen menni, magának nem köne az a pot, tessék, eldobni a botot. Azt mondja, ki írta fel a botot? Mondom, hát nem, hogy nem kö, még járókám is van, mondom, mert annyira beteg voltam. No, akkor kezdtem el fogyni. Terike néni korán kezdi a napot, elmondása szerint igazi örök mozgó, aki nem tud nyugton ülni. A varrást a mai napig ő végzi a családban, de a kerti munkákban is kiveszi a részét. Délutánonként szívesen olvas, kedveli a romantikus történeteket, amelyekről örömmel mesél. És mondjuk egy ilyen könyvet mennyi idő alatt tetszik kiolvasni? Egy-két-három hét? Egy hónap? Egy hónap. És akkor minden mind? Vagy egy-két hét inkább? Abba hagyom, még most már nem is úgy látok, ahogy könnyedzik a szemem, abba hagyom. Majd később megint. Uh-huh. És akkor a tévénézés, rádióhallgatás? A TV. Nem nagyon szeretem a TV-t, nem tudom miért. Uh-huh. Inkább olvas. Uh-huh. Hát az jó dolog. De olyan aranyos, olyan kis fiatal lány, ugyan nem fiatal, iskolás volt az. A katonák, hogy a katonák mindig kapnak karácsonyra leveleket, meg minden. Egy soha nem kap semmit, nincsen szülei, de nem is kap senkitől levelet, mindig el van keseredve. Azt a többieknek mondta, hogy ő milyen keserves életet él, hogy ő soha nem kap egy levelet se. Azt közösen írtak egy levelet, így a társaságnak kiadták, hogy küldjenek, ennek is írták a címét. És küldött egy levelet neki, a katona nagyon megörült, még a személyigazolvány képét is ráragasztotta, hogy a lány lássa, hogy hogy néz ki. Nagyon csinos volt, rövid hajra van nyíratkozva, még csinos, még szép levelet küldött neki, úgyhogy 3 évig leveleztek. Na. Terike néni Kumpeszéren nevelkedett, 19 éves volt, amikor Magyarországon kitört a háború. Szívből kívánja, a mai fiataloknak hasonló borzalmakat ne kelljen megélniük. 19 éves volt, amikor háború lett Magyarországon, utána forradalom lett. Az a nélkülözés, amiben mink éltünk, azt nem lehet elfelejteni. Hát ahhoz képest ez még most egy kárvány. Az oroszok begyűjtek azt a semmi betevést, hogy a minden házhoz bemenni, még föltúrni mindent, még csak tönkretenni, hogy ne legyen. Uh-huh. Ezt nem lehet elfelejteni. És hát a sok nagyon csúnya történetet lehet hallani, hogy mondjuk az orosz katonák a nőkkel erőszakoskodtak, stb. Akkor gondolom, félni kellett bújdokok. Ja, volt beszélni, hogy haranglám, biztos, ha járt arra, nem tudom. Azt eltaláltuk, hogy oda bújjunk föl, hogyha gyűnnek a katonák, akkor, mert mindig ilyen csoportokkal. Akkor felszaladtunk oda, a létrát is felhoztuk, nehogy hogy egyszer esett az eső, akkor jöttek, és akkor alá állt abba a kondérra, hogy ott főzte. Na, még fönt mondom, akkor még voltunk ijedve, mert ha még tudták volna, hogy ott vagyunk, agyonlőnek, mert partizánok vagyunk. Uh-huh. Hát ez döbbenetes ilyeneket megélni, olyan, hogy ebbe beleszületni. Hogy mennyi minden volt ilyen, amit nem lehet első felejteni. De Terike néni, ne ilyen rosszal, akkor ne ilyen rossz történettel fejezzük be a beszélgetést a kamera előtt, hanem hoztuk ezt a papírt is, hogy valamit a fiataloknak kellene üzenni, valami, amiben a jövőt tekintve szeretne nekik tanácsot adni, vagy valamit a fiataloknak mit üzenne?
mire figyeljenek, hogy éljenek, mit csináljanak? Hát a jó gondolkozással ne úgy éljenek, hogy csak a haver tanítsa meg a rossz indulatokkal. Ne hallgasson senkire, mindig a saját maga érzelmi fotója ki, ne mások. Tehát, hogy ne másokat akarjon megfelelni, hanem saját maga alakítsa ki azt, hogy mi a fontos neki.